Köszöntöm a TV13 nézőit, újra NB1-es futsal mérkőzésre jelentkezünk, először az alsóházból, a Vasas, pontosabban a déli FC csapata a Csömört fogadja, és kíváncsian várjuk, hogy mit hoz ez a találkozó, és kis rendhagyó szakkommentátor cserénk is van, Kézi Gábor a vendégek elnöke most itt mellettem, szervusz, köszöntelek, kérlek, mutasd a csapatodat, kik vannak a kezdőben. A kezdőtösünkben Horváth Gergely a kapuban. Egy rutinos öreg játékos, 23-assal Jenei Otto, 86-assal Józsa Tamás, 17-es Érsek Robert, 19-es pedig Varga Csaba. És milyen szándékkal vágtatok neki ennek a szezonnak, aztán hogy kicsit beszélgetünk így a déli FC-nek és a Csömörnek ebben a szezonban nyújtott találkozóiról. Nektek mennyire egy csalódás, hogy alsóházban vagytok? Tulajdonképpen a realitást nézve nem meglepetés, az elmúlt években sajnos mindig osztályozon fejeztük be a szezont, és az utolsó pillanatban biztosítottuk az NB1-es tagságunkat. Persze minden év elején egy kicsit próbálunk úgy nekilátni, hogy valami változás lesz, de az az igazság, hogy annyira meghatározó itt most már a pénz, hogy egyszerűen nem tudunk tovább lépni ennél az alsóházi szerepnél, úgy látszik az elmúlt években. Két csapat nagyon érdekes mérkőzés játszott az alapszakasz utolsó körében, akkor a Csömör meglepte hazai pályán a déli FC-t, és a déli FC ennek köszönhetően nem jutott be az első hat közé a felsőházba. Mert elég csalódottak a piros-kékek, akik úgy számoltak, hogy megelőzik a Dunai Város, miközben egy jó szabadrugás, méghozzá 23-assal játszó Jenei Otto a kapitány szúrta rá és Gál védett, aztán sarokrugással jött majd a Csömör. Igen, egyébként meglepetés olyan szempontból, hogy a Vasasnak, vagy hát a déli FC-nek több sivágtak közben egy labdaszerzés, régebbi tapasztaltabb futsaljátékosa van, és a fiataljaik is azért mindig jók szoktak lenni. Ehhez jön hozzá az, hogy nekünk mindig nehéz dolgunk volt ellenük, még mikor jobbak voltunk, mikor bajnokságot nyertünk, akkor is a Vasas mindig egy nehéz dió volt, főleg itt a Fáj utcában voltak kellemetlen meccseink. Valahogy ezen az utolsó hazai meccsen mindenkinek kijött a lépés. Gáltak közben egy szép védés. És úgy sikerült ez akkor, akár azt is mondhatnám, hogy bravúr, de a játékképe alapján úgy érzem, hogy akkor az megérdemelt volt. Gyorsan fussuk végig azért a hazaiakon is persze. Sivák Péter játékos edző a kezdőben, Szegi, Nagy, illetve Boznánszki, a kapuban pedig Gál. De hát gondolom a hazai arcokat már a kedves tévénézők is jól ismerik. A déli FC-nek már volt egy mérkőzése itt az alsóházban, kikapott Békés Csabán egy gólgazdag mérkőzésen. Csömörnek pedig ez az első találkozóját az alsóházban. Érdekesség egyébként, hogy a 23-assal játszó Jenei Otto hosszú-hosszú évekig csapattársa volt a piros-kékeknél Szalainak és Mezőfalvinak, a Csőmontás csapatában. Tehát ők nagyon-nagyon régről ismerik már egymást. De nem olyan nagy ez a futsal társadalom, hogy nagyon sokan elmondhatják így egymásról, hogy már játszottak egy csapatban itt vagy amott. Egyébként mennyire jó így kezdésben a Csömör? Mennyire szoktátok megnyomni a meccselejét? Amilyen egy fiatal csapattól várható, általában nagyon hullámzó a teljesítmény. Valamikor nagy vezetéseket adunk váratlan módon, és előfordul az is, amikor utolsó pillanatokban tudunk felzárkózni, tehát eléggé hullámzó még a fiataljainknak a teljesítménye. Azért is úgy látom, hogy úgy próbálja a sorokat összerakni a takómester, hogy ötvözni a fiatalokat az idősebbekkel, mert itt is ugye Varga Csaba és Jenei Otto mellett két egészen fiatal játékos van a pályán. Közben frissített a hazai csapat, pályára lépett, és a hosszunk kapná is, azonban sikerül a beadást elcsípni Jeneinek. Egy szép labdaszerzés Nagytól, elválasztják könnyedén a labdától, Varga volt az, középre teszi, és egy ballal szúrja rá, Gál pedig hárít. Újabb sarokrugás. Érsek Róbert egyébként Kis Jani felfedezettje, tehát őt innen a Vasas csapatától igazoltuk pár évvel ezelőtt, aztán egy rövid kitérője volt Nagykátán, és ettől a szezontól újra visszatért Csömörre. Ez egy nagyon szép szögletvariáció lett volna azonban, ha jól láttam, Józsa Tamás volt ez, aki luftot rugott a hatoson belül. Elaludt a Vasas védelem, déli FC védelem. Nagy, szép labda a lapnak, lassan fordul rá, megpattan a labda Józsán. Aztán könnyű zsákmány volt Horváthnak a kapuban.
Igen, jól láttam, hogy csere közben sikerült beleakadni a labdába Józsának, aztán már sikerült megoldani a váltást. Hetessel Marusi Máté lépett a pályára, ő is saját nevelés, igazi csömöri srác. Édesapja hosszú-hosszú évekig csapatszurkolóként is ott volt minden mérkőzésem. Én emlékszem, amikor még egész kisgyerek volt a Máté, és apukája rendelt neki egy csömörmezt, úgyhogy szerintem nagyon nagy dolog mindannyiunknak, hogy ő most már itt játszik az NB1-es csapatban. És a hazaiaknál is egy rutinosabb és fiatalabb, vegyes sor, fűrőshajú játékos Horváth Benedek nagyon nagy tehetségnek tartják. Most ő rohamozhatja meg a labdát, azonban visszapasszolja a tízessel játszó Szűcs Attila a kapusig. Jenei, ketten támadják le a csömörieket. Jenei vezeti keresztbe, majd egy váltás, és Jenei is elhagyja a pályát. Kettes számmal pedig érkezik Tőzsér Gábor. Hát így az első percekben Csömör irányítja a játékot. Vasasnak egy-egy megindulása volt, de sok veszélyt eddig egyik támadás sem hordozott magában. Gálnak kellett egyszer-kétszer vetődnie, Mezőfalvi közben Horvátot találja meg. Oda piszkálnak neki, és rá is piszkálják a lábára a labdát, jöhet oldalról a Csömör. Próbálja hátulról, nagy pedig szemből szerelni. 8-assal játszott Gyárfás Tamást. Négy ember között lehetetlen kivinni a labdát. Lap megindul, nagyon gyors játékosról van szó. Belevezeti azonban a labdát az ellenfélbe. Nem volt szabálytalanság, mutatja a bíró. A labda. Frissítenek a hazaiak, a Szalai áll be, és Csendes Péter, ő nagy pályán is játszik az NB2-es Soroksár keretének a tagja. Szép továbbítás Szalaitól Horvátnak, ez is egy szép passz volt. Csendes. Jó felépítésű játékos, de elsősorban ezzel a testalkattal a nagypályán lehet megélni. Kíváncsian várjuk, hogy a teremben mit fog alkotni. Szalai, megpattan a labda. Szögletrugásra jöhet a Vasas. Az első perceket hogy látod, mennyire? Úgy látom, hogy kiegyenlített a játék egyelőre. Komolyabb helyzet nem nagyon adódott. Mieink egy-két ilyen begyakorolt figurával próbáltak veszélyeztetni a pontrugásokból. A Vasasnak a kontrái lehetnek veszélyesebbek. Meglátjuk, hogy kirúgja az első gólt. Horváth, határozott belépő Csömri játékostól, és rá is szúrja Tőzsér Gábor. Gál azonban jól zárta a rövidet. Ő egyébként Aramis nevelés, Rubaolához a Ferencvárostól kerül, de most már több éve itt van, tehát alapembernek számít. Érdekesség, hogy a most tavasszal átadott csömöri nagypályás létesítményben dolgozik pályagondnokként. Van esetleg a keretetekben akár olyan játékos, aki felnőtt, vagy utánpótlás szinten kopogtatva, vagy akár pályára is lép a válogatottban, hiszen a Alsóházról beszélünk, de például a Déli FC-ben is Szegi Szabolcs az már szerepelt a válogatottban ebben a szezonban. A nagypályás válogatottban Varga Csaba volt kerettag, mikor még a Dunakeszibe játszott, akkor tőlünk került a Dunakeszibe, egy szezont játszott ott, és utána visszatért. A fiatalok közül viszont a kapus Varsány és Józsa Tamás már bemutatkozott az utánpótlás válogatottba, korábban pedig Érsek Róbert volt utánpótlás válogatott, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, ez mind a két csapatra igaz, hogy nagyon sok fiatalt, tehetséges játékost ad a magyar futszálnak. Aztán akik sajnos vagy nem sajnos, általában azért tovább is lépnek
tehetősebb csapatok irányába. Mezőfalvinak kellett közben szaporázni. Miletic Zsombor megnyelepje a lepattanó után. Nem sikerül megállítani Szegit, aztán rápöcköli Jeneire. Érkezik Szalai, de hosszú volt ez a labda. Folyamatosak a cserék mindkét oldalon. Mezei egy kicsit lemarad, de aztán javít. És mutatja a bírónak, hogy a hazaiaknak kéne jönni. Ez egy szép labda Mezőfalvit a Boznánszkinak. Elhúzza jobban a kapus mellett és balra bepasszolja. A Déli FC megszerzi a vezetést. Nagyon szép gól volt. Vendégszempontból így, ahogy kaptátok, hogy láttad ezt a találatot, ki az, aki hibázott? Hát erről beszéltem, igazából elszaladtak mind a négyen, a Geri talán rossz helyre, rossz irányba hozta a játékba, és abszolút egy kontra gól volt, mindenfajta előzmény helyzet nélkül a mi rossz felállásunkból. Most ugye visszahúzódik a Vasas, vagy ugyanezt fogja játszani, és nekünk lesz az a baj, hogy itt egy-egy ilyen rossz eladott labda, főleg, hogyha 2-2-ben játszunk, akkor nagyon könnyű elmenni akár egy embernek is a támadásban. Józsa viszi a lapvonal felé, szerelik azonban, Boznánszki, előtte Mezőfalvi, áthúzogat Boznánszki, vagy Szegihez passzol, Józsa támadja, kár lenne ott eladni, Mezőfalvi próbálja fellöbölni, Jenei mellkassal teszi ki oldalra a labdát. Most kicsit szusszalhatnak a csapatok, ugyebár ilyenkor futszálban nem fut az óra, akkor kint van a labda. Kevesebb, mint 12 perc van hátra az első fél idő, miközben majdnem egy létszám felé alakul ki. Boznánszki csúnyán keresztbe tette a labdát, és aztán Varga lövése pattant ki. Szépen keresztbe tette. Persze, ez nézőpont kérdése. Igen, vigyázni kell, hiszen az olyan gyakran kapnak gólokat ilyen figyelmetlenségből, bepasszolják középre. Mert emlékeztetnek a nézők is, nem egyszer fordult elő ilyen. De az hazai pályán általában javítják az ilyen figyelmetlenséget, egy jó blokk Szalaitól. Most egy rutinos sor a hazaiaknál a pályán, Sivák, Szalai, Nagy és Szegi. Józsa készíti le. Mi lett volna ez a háromszög, amit hallhattunk Vargától? Hát ez is egy begyakorolt szabadugás figura, de elég közel álltak, szerintem közelebb, mint lehetne, úgyhogy nem tudták átjátszani a másik oldalra a labdát. Érdekes, nem tudom, a Szala hány éves lehet, mert mióta én benne vagyok a sportákban, már játszik, és még mindig úgy látom, hogy ugyanúgy néz ki, nem változott semmit. Elfut a labda fölött, Szegi azonban nem csípi el, gyorsabb volt nála érsek. Felhívett labda, nagy rutinosan odaáll Varga mellé és kiengedi a labdát. Gál dobja föl, pontosabban ki oldalra. Kicsivel több mint 11 perc van hátra az első fél időben, 1-0-ra vezet a Vasas, miközben Éjesek cselezget és Nagy pöccinti ki a labdát oldalt. Józsa, ismét egy eladott labda, Szegi, nem sikerül megcsinálni figurát Sivákkal. Smerónak egyébként eltört a lábfeje. Ősszel úgy nagyon sokat, hosszú hónapokat kihagyott. Most nem olyan rég tért vissza a csapatba. Smeró Dávidot 33-assal láthatják a vendégeknél. Nagypályán Gödöllőben játszik Megye 1-ben. Egészen hátra a kapushoz.
Mennyire ütköznek egyébként a Csömörnél az érdekek így, akik nem csak futsalban, hanem nagy pályán is játszanak? Meg kialakult ez már régóta, nagyjából mindenki tudja, hogy hogy kell beosztani az idejét. Annyi újdonság van, hogy ősz óta van megye hármas csapata is a csapatnak, vagy az egyesületnek, és igyekszünk ugye a játékosokat oda koncentrálni, és akkor így teljesen tudjuk felügyelni, hogy az edzéseket, az időbeosztásokat. Természetesen aki olyan szinten játszik, vagy esetleg olyan pénzkeresők, ők még nem tudnak ott játszani, de azért a mostaniak közül, akik itt vannak már, például a Varga Csaba akár, vagy a kapus Horváth Gergely is már a nagypályás csapatnak is a tagja. Úgyhogy így ezt találtuk ki megoldásnak, hogy inkább mi próbáljuk felügyelni egy füst alatt. Szerintem a költségvetés is jobban jár, így anyagilag jobban kijövünk. Józsa próbálkozott közben kétszer, mindkétszer blokkolták a próbálkozását. Zöldcipős játékos Jándék Csaba, őt még nem láthatták a Vasas csapatában. Ugye azért is mondom, hogy többször, hogy Vasas is a szezon még így kezdte az együttes, aztán idény közben szólt az anya egyesület, hogy eláll a névadói címétől. Ugye aztán visszaalakult az együttes 1988 déli FCV. Nehéz megszokni azért, mert elég sokáig használták ezt a Vasas nevet, úgyhogy nem tudom, hogy gond, de időnként azért még én is így mondom. És ugyebár játékosnak kell kiszólni a zsűri asztalhoz, hogy állítsák meg az órát. Annak idején egyébként a Bajnokok Ligájában, amikor a Rubeola bajnok csapatként bejutott, akkor itt a Fáj utcai csarnokban rendeztük a mérkőzéseket. Na most itt meg kellene tippelnem, akkor kb. Egy olyan 40-en vagyunk, talán 50-en. Akkor gondolom, egy kicsit többen, többen voltak. Igen. Az volt a klub fénykora, a 2004-es bajnoki cím után. Nem volt az olyan régen, de ez mégis mennyire kicserült a futszál azóta. Már Győrről, Berettyóújfaluról beszélünk, és az akkori nagy csapatok, a Csőmontás, az Aramis, a Csömör, azok kicsit lesüllyedtek. Sőt, valamelyik már el is tűnt. Igen, sajnos az volt a hőskor, igaz, hogy akár játéktudásban nagyon nagy egyéniségek jellemezték azt szép az időszakot. Szép labdaszerzés közben Szegitől, leteszi Jándéknak, de érsek kizárja a játékból. De akkor még lényegesen kevesebb pénz volt, ami most már nagyon sokat, tehát külföldi játékosokról például szó sem volt. Lak érkezik vissza a hazai csapatba. A Csöbör is lecseréli az előző során. Maruzsi, Varga, Szűcs, Lak zavarja Tősért, Varga lőtte el a jobb kapufa előtt a labdát nagy szorításában. 8,5 perc van hátra az első fél időből. Szegit választja Gál, ez egy nagyon szép továbbítás, most Sibák megállt. Varga próbálkozik ismét, úgy érzi, hogy van keresni valója naggyal szemben. Szegi. Egy szép felívelés Lakinak. Ráfordul, de kicsit eltöri a labdát is. Lehet, hogy még bedobás, vagy oldalrugás lesz belőle. Maruzsi teszi át a túloldal Jeneinek. Csendesebben csordogál a találkozó a kezdeti rohamokhoz képest. 1-0-ás hazai vezetésnél. Nagy pörgeti föl és eladja Jeneinek. Lakban akad el a labda.
Tőzsér elviszi lak mellett, egy jó lövés. Gál leért a bal alsóhoz. A Szeged visszalépéséről igazából a alsóháznak a tétje annyira módosult, hogy a legutolsó csapat játssza az osztályozót. Igazából nagyon nem akarnám elkiabálni, de eddig a utóbbi 3-4 évben szép cselezgetés után laplövését védte Horváth. Osztályozó mindig az M4-es csapat nyerte el a jogot, hogy tovább szerepeljen az élvonalban, mert nagyon nagy szakadék van a két osztály között. Viszi el. És aztán Marusi szereli. És ha Jene is sprintel mellette, akkor akár fölé is lehetett volna, de nem. Marusi ellövi cipőorral és fölé szállt a labda. Az új Szeged egyébként a visszalépésével másodosztályú lesz, vagy osztályozott játszik ő is? Nem, ők kiestek. Kiestek. Mert ugye két kieső lett volna, de eleve csak csak 11 csapattal indult, ezáltal ők így kiesővé váltak, de nagy jelentősége nincsen, mert ugye MB2 a legalacsonyabb osztály, tehát így is úgyis MB2-be bárki el tud indulni. Addig, amíg az MB3-ot nem szerezik meg, addig így az MB2-nek kicsit kétes értéke van, mert végül is bárki, akinek egyesülete van, gyakorlatilag majdnem ingyen tud játszani, mivel hogy az MLS tagjából a nevezési díjat, játékengedélyt, szinte mindent megkapnak, csak az utazást kell kifizetni. Emiatt ott is azért az első két-három csapat és az utolsó középmező között nagyon nagy különbség van. Lak ezúttal Jeneinak ad fönn. Jenei kapja, visszaérkezik mezőfalvi. Fú, ebből lehetett volna egy csontzene. Egy újabb játékos, akit még nem láthatunk, Husz Attilláról, amit kell tudni. Ő nagypályán is csömörön játszik, nagyon nagy tehetség. Szinte minden csapatunkban játszik, mert a korosztályos csapatokban is, a felnőtt csapatban, a futszálban. Ő nagyon nagy jövő előtt áll, fiatal játékos. Jeleiről pattan ki a labda. Kevesebb, mint 6 perc az első fél időből. Fiatalít a hazai együttes, Horváth visszatér, és nálunk is egy debütáns, Pászti Bence. Hát csak közvetítés szempontjából debütáns, játszott ő már a felnőtt csapatban. Viszont még a kamerák keresztüzében még nem láthattuk játszani. Szűcs, besegítenek, közömetett labdára figyel Horváth. Pászti. Hosszú lábaival belekap rendre a labdába. Ne menjünk el szó nélkül azért a 18-as játékos hajkoronája mellett, tehát nem jövök rá, hogy ez milyen irányzat, melyik stílus. Mai fiatalok között ritkán látni azért ilyet, de biztos valakinek ez is bejön. Meglátjuk, Horváth Meredek játék stílusa majd mennyire jön be a szurkolóknak. Egy-két góllal gyorsan meg lehet kedveltetni magát. Érdekesség Szalai. Még egyébként, hogy a Rubeola csapatának a futszál történetében a legnagyobb különbségű vereséget ebbe a csarnokba szenvedt el. NB1-es mérkőzésen 12-0-ra kaptunk itt ki az AC Párnától. Ez egy sárga lapsmelóna. Szintén egy nagy múltú klub, ami már a múlt ködébe vész. Sivák magyaráz közben a fiatalabb társaknak. Ez a játékos edző Sivák Péter. Pászti már csípőletet kézzel áldogál itt. Az ugyebár nem jelent jót. Thank you.
Szalai. Mezőfalvi. Most a rutinos hátsó párnak kell szervezni a játékot, hogy a fiatalok befejezzék. Egy lövés, Gál most lábbal véd, Mezőfalvi tisztáz. Szűcs. Sárgalapos meló. Sikerül átfűzni Szalai és Mezőfalvi között a labdát. Miletics. Sikeresen tartott eddig távol a kapujától a hazai együttes a csömört, most pedig egy sarokugás következhet a sárga mezeseknek. Ki lehet a csapatba, vagy persze mi, mint hazai szurkolók nem kívánjuk, de ki az, akire figyelnek, ki az, aki megtöheti a gólcsendjét a csömörnek? Varga Csaba, érsek Robert, ők azok, akik képesek a váratlan dolgokra, de reménykedem benne, hogy esetleg valami begyakorolt figurából is tudunk gólt szerezni. Amit... Az külön öröm, gondolom. Az mindig külön öröm, mert olyankor a játékosok is, meg a szakmai vezetés is visszaigazolást kap, hogy volt értelme a rengeteg gyakorlásnak. Na és ilyen is ritkán volt, három utánpótlás játékos a pályán, és Szalai a rutin. Na és most lehet, hogy értelmet nyert a fizura, csúsztatásokhoz használja Horváth. Szegi jött vissza. Pászti helyére. Pászti, amióta fogta a derekát, nem is volt játékban. Szegi hosszan tolja meg, de későn eszmél Miletics. Horváth. Szép szerelés. És egy pöccintés Szegitől. Horváth helyére jön vissza. Poznánszki. Kéne még egy gól, kicsit nyugodtabb lehessen a déli FC. És hogy az első percben kijelentettem, hogy a vendégek diktálják a játékot, ez így a félidő második felére megfordult, most már főleg a Vasas teszi-veszi a labdát és a csömör próbál kontrázni. Csipi a vonal előtt. Érsek. Itt a fél pályán túl nehezen jut az együttes, a vendég együttes. Jól védekezik most a déli FC. Kilőtt is a sikerű Vargát. Igen, észlelhető, hogy tűnség szól Miletićnek, hogy üresen várja a hosszúnál. Próbált is ráfordulni a vendégek 18-asra, de nem sikerült továbbadni a labdát. És időkérés lesz a hazaiaknál, úgy látom. Így is van. 2 perc 26 másodperce az első félidő vége előtt. Időkérés a hazai csapatnál, amelyik 1-0-ra vezet. Hát most mondjuk akkor foglalkozunk a csömörrel, mit lehetne mondani a csapatnak? Sokkal bátrabban kellene játszani, kicsit egy-egy embernek fölvállalnia, hogy akár rajta is múlhat. Kicsit olyan, mintha egymásra tologatnák a felelősséget, mint mikor a vízilabdába nem lövik el, csak lóbálnak. Hát reméljük, hogy azért valakinek sikerül, mert egyelőre nagyon meddő. Meglátjuk, hogy rajzolgatásban mi sül ki. Mind a két edző sívja a védekezés, szerintem Takó Csaba meg a támadást próbálja most. Nagyjából a játék közé az kiegyenlített, a Vasasnak a gólja egy ilyen, ha mondhatjuk, szerencsés szituáció volt, hiszen
egy indítás, egy az egyben vihetett Bozdánszki és szépen húzta a Horváth mellett, utána viszont a Vasasnak sem voltak nagy helyzetei, de hát akár ezzel az egy góllal is ki lehet húzni ezt a találkozót, meglátjuk, hogy mit hoz a folytatás. Hát igen, ez így inkább ilyen nagypályás meccsre emlékeztet, amikor meddő mezőnyfölény, valaki talál egy gólt, és akkor utána azt meg tudják tartani. Azért a futszál ennél sokkal pörgősebb, több meglepetést kellene, hogy tartogasson, tehát így egyelőre túl kiszámítható a játék. Szabálytalanságok sincsenek, hogy még akár egy ilyen 10 méteresekkel meg lehessen kicsit bolygatni az állást. Ki volt már a levegőben a labda? Úgy nézem, hogy a takómester most az utolsó két perce egy agresszívabb letámadást kért. Meglátjuk. Ez megbosszulhatja magát. Ha nem sikerül precízen végrehajtani a letámadást. Érsek. Miletics. Szegi szabálytalan volt. Tőzsér esett kellemetlenül. Bal térdét fájlalja. Illetve Szalai elválasztja a labdától. Nagy. Visszateszi Szalainak. Érkezik rá Tőzsér. Nem volt jó a kényszerítő, mert már kint volt a labda. Józsa érkezik vissza. Határozott agresszív szerelés Bozdánszkitól. Te szemszögedből is jó ítélet volt, játékvezető ítélet? Nem tudom, falgyanús volt inkább, de most már nem ragad el annyira az indulat, mint régebben. Mint az előbb például, ez egy sárgalapos szabálytalanság volt a Tőzsér ellen. Úgyhogy meglátjuk. Közben. Fölhajítja Bozdánszkinak, sikerül befordulni Józsa mellett, jó is lehet, befért volna ez a bal alsóba. Horváth hárított. Tőzsér, Gályország jól zárja a szöget. Sivák cseréli vissza magát az utolsó egy percre. Nagy most veszi észre Józsát a hosszú kapu, hosszú oldalon. Ezt már az előbb is eljátszották, most nem Józsa kapta a labdát, hanem Érsek. Barga. Józsa rászúrja a Szalai blokkol. És nézőnek kell visszadobni a labdát. Tőzsér nem sikerül kiosztani egy kötényt. Barga. Nem jó ez a lekészített lövésre. Szalai segít a Siváknak. Józsa. Középe letelen volt ott senki. Gál találja meg nagyot. Nem kéne kapkodni itt a végén. Barga lő. És csípte még a kapufát ez a lövés. Ezekre az egyéni megmozdulásokra gondoltam, amiben sokkal több kellene. Nagy íveli fel a labdát, és a vonalon túl csípi el Szegi. Húsz másodperc még a fél időből Józsa, és már ki kell bírni ezt. Valóban megnyomta az utolsó percet, és na még az utolsó támadása kitalál valamit a vendég, csapatidőt kér a Csömör. Mert megbeszélik valószínűleg, hogy a melyik figurát veszik elő onnan a egy oldalberugástól. Még talán a kamera látja is most a rajzot. Én pedig akkor így előre is megköszönöm a szakkommentátor szerepet, hogy így beugrottál, mert látom, nagyon fészkeltek már a srácok, akik eljöttél, úgyhogy nyugodtan nézzetek a másik félidőt, majd Kis János érkezik szakkommentátorkodni. Én is köszönöm, igazából meglepetés volt. Nem is terveztük, mert a Kicsi most van először meccsen, tehát már így is, hogy egy félidőt
kihúzott, ez már nagy dolog, úgyhogy mi köszönjük. De legalább vendég szempontból is nézte valaki a mérkőzést így először a közvetítések során, úgyhogy további jó szórakozást nektek. Köszönjük. Na nézzük akkor még ezt az utolsó 15 másodpercet. Tőzsér rúgja majd be oldalról. Józsa érkezik megint. Ezt csak eljátszották, Gál azonban figyelt. Sivák, fölteszi Szalainak. Szerelő Tőzsér. A déli vet oldalról. 8 másodperc maradt. Szegi mozdul be a hosszú, meg is kapja, és megvan a gól! Nagyon elült most a csömörvédelme, Szalai remekül szúrta ki, hogy Szegi beindul a hosszún. Tökéletes volt a labdája, Szegi pedig bepasszolt a Horváth mellett a kapuba. 2-0-val vonulhat így majd a szünetre a déli FC csapata. Hogyha kivédekezi még ezt a rövidke időt. Tőzsér átteszi a hosszúra, Varga leveszi mellel, alapvonal felé viszi, és Gál beleül a lövés. 2-0-ás hazai vezetésről folytatódik a déli FC csömör mérkőzés, és most már egy váltás a szakkommentátor pozícióba. Kis János, szerbusz, köszöntelek, milyennek, hogy tetszett az első fél idő? Hát az eredmény igen, a játékunk nem tetszett, és üdvözlöm a tévénézőket, megpróbálok halkabban, kevesebbet és jobbat beszélni. A gólok közül melyik tetszett jobban? Hát a második az nagyon szép gól volt. Az az, hogy a Boza megcsinálta a cselt az elsőnél, rendben van, de a másik egy igazi futszál gól volt. De megmondom őszintén, igazából nem tetszett annyira a csapat. Annyiból jó, hogy nem megyünk ész nélkül, tehát egy kis lassúság, nyugalom van, ami fontos. Ugye Gáborról azt állapítottuk meg itt az első fél időben, hogy elég lapos volt azért a találkozó. A színvonalára gondolsz? Így van. Én megtaláltam a parketta alatt, tehát nincs igazat, tehát én megtaláltam. Hát ez teljesen így, ahogy mondod. Még azok a játékosaink is gyengébbek voltak, akik van. Talán az utolsó 8 másodpercben volt egy olyan jelenet, ami mindent megért. Nagy, rálövi a labdát Varga. Érsek. Elviszi Szegi mellett. Gáról mi a véleményed? Azért fogott most egy kis lövést. Gál ott van, testtel ott van. Szerencsére, mivel elég súlyos egyéniség, nehezen tud ellépni. Tehát ott van mellette, nézd meg a futre. Futre ott van mellette, és kidobja. Tehát most ezt kérdezted, ugye? Akkor most mondtam. Maradjunk meg a védésein, azok szépek voltak. Igen, az jó volt. Most ő van még talán legjobban a meccsbe. Ilyen szempontból. Csak ne kelljen kidobni a labdát. Józsa? Itt ami kell tudni, ezek itt a ballábas srác is, egy nagyon ügyes srác az ellenfélben, több ilyen U20-as járt. Ez egy csúnya eladás, Józsa, és berúgja az icet, Boznánszkinek volt az első fél időben is egy ilyen hajmeresztő keresztbe adott labdája, azt még nem sikerült berúgni a csömörnek, most viszont Józsa senkitől sem zavardatva lőtt a bal alsó sarokba. Pontosan jött a szépítés. Az első védőben egy sima oldalt itten, olyat adott vissza, amit kiengedek. Hát, de berúgom a közepébe. Tehát nem az a jó, amikor egyet lősz és egyet kapsz. De ő már kettőn adott, majdnem két gólpasszt adott. Erről viszonyokat egyébként hogy lett az alsóházban? Ugyebár a Csömör, ti vagytok itt meg a Pioneers, a Pioneers-től van egy vereségetek, és akkor ugyebár aki itt utolsóként végez az osztályozót játszik. Igen, igen, igen. Hát én úgy érzem, hogy mindkét csapatnál jobbak vagyunk, de ettől függetlenül sajnos ilyenkor egy-egy pillanaton elmehet a mérkőzés. Ugye négyet játszunk egymás ellen, de azt mondom neked, a négy meccs az nekünk kedvez. Már olyan szinten, hogy rutinosabbak vagyunk, tehát mi kevesebbet hibázhatunk. Én egy kicsit azt mondom neked, ez is egy kicsit rosszul van megírva, mert elvileg 12 csapattal kezdte volna a bajnokságot a kiírás szerint, és akkor levitték 10-re, akkor hogy lehet kieső, vagy hogy lehet akár, tehát nem értem, mint a négy csapat esnek ki, tehát ezeket is egy kísértélyes dolog, de hát most már ebben, mert sőt, hogy elvettek tudott pontokat is, volt 20 pontunk, és most visszaadtak 5-öt ebből. Hát úgy érzem, hogy ennél több járna, hogyha már végigcsináltuk a bajnokságot. Hát kellene ezen javítani, reméljük majd jövőre lesz egy kicsit javítva ez. Ráadásul még emlékezzél, még az utolsó meccsek nem egy időben zajlottak, tehát még bármilyen érdekes eredmények is lehettek.
szélsekhez. Bozdánszkit megforgatja. Élsek visszakapja lövőre, elvisz a sivák mellett lő, Gált lövi telibe. Borzasztó védekezés volt, már Boza elszállt, utána Szegi elszállt, ketten mentek egyre, senki sem ment a labdáért, borzasztó volt. Egy kicsit úgy nem vagyunk ott, tehát hogy több se ember, pedig szerdán egy edzőmeccset is játszottunk, hogy fölpörögjünk. Bevallom őszintén, jobban, sokkal jobban ott van a... És hát nem ez, volt bent, most keveset láttunk Gáltól a labdából, de hát a játékvezető alapvonalon át is úgy látta, hogy nem volt bent a labda. Kapufáról Gára pattan, pedig bent volna be a kapuba, de sikerült még elcsépnie. Minden szögletük veszélyes, meg van komponálva nekik, elég jól játsszák. Minden, hogy is hívják be. Eddig kikig védekeztük, most már kétszer-háromszor is lemaradtunk. Talán én megyek a labdáira, akkor visszakerül a labda. Jön már vissza a meccslabda, Kis János ebben is segít. Csendes, elpattan előtte a labda, aztán megszerzi. Jól teszi Laknak. És kívül ért kézzel kapus a labdához, ez piros lap lesz. Varsányi Áron, aki másik fél időben állt be a csömör kapujába. Túlságosan lelkes volt, kirohant erre a labdára, kicsúszott és aztán kézzel hárított. Fontos pillanat ez a meccsnek. Emlékezzél, pont egy ugyanilyet elrontottunk, még Győrbe is volt egy ilyenünk, meg máskor is. Tehát most megint a rutin van fönn, de kíváncsi vagyok, hogy... Na nézzük akkor, Horváth ugyebár értelemszerűen vissza a kapuba a csömörnél, és Meló, Tősér és Varga alkotja most ezt a hármast, amelyik megpróbálja kivédekezni a piros lap okozta ember hátrányt. Most is az is egy kicsit, mert három jobblábos van és egy ballábos, azért illet volna két jobblábos, két ballábos, hogy még könnyebb legyen, hát Sivi van itten a ballábos helyén, de hát ő az edző, tehát ő tudja, hogy melyik a jó, ha gól, akkor senki se fogja. Nagynak teszik le, és szerencséje van kicsit nagynak, Horváth lábaik között becsorog a labda, 3-1, gyorsan sikerült kihasználni ezt az ember előnyt. Igen, és még azt is meg kell mondanom, hogy mondjuk ez jó, örültem neki, tehát az örülni kell, de megint csak azt mondom, hogy pont a kapus néztem, mindenre alulra jött, tehát ami fölfelé lőnénk, az mind gól lenne. Annyit most kíváncsi vagyok, hogy a másik fél időben fogjuk-e használni ezt. És kiegészül most már a gól utána. Kis Varsány is egy nagyon jó kis kapus, a U20-nak véde, nagyon jó kis, jó hozzáállású. Tehát látszik, a Rubel egy jó utat jár, mert sok-sok fiatallal próbálkodik. Most mi is próbáljuk átvenni a észreveszet. Most éppen 3-40 éves van majdnem, bent a kettő. De én hiszek abba különben, hogy úgy kell a csapatot, hogy megfelelő minőségileg, tehát idősebbek segíthetnek Szegi futtatta meg közben Szalait. Egy gyönyörű lett volna, csak megint nem kellett volna ilyen. De hát ugye, tudom, azért mindent nem mondott el előttem a Rubeola elnöke, a Kézi Gabi, de itt például a Benedek meg a Jándék Csabi első NB1-es mérkőzése, és a Bedi is érdekes, mert ők 98-12. Havi, tehát 16 éves fiatalemberről van szó, aki be tudott mutatkozni már az NB1-ben, aminek kimondottan örülök. Most kapja meg a labdát, nem sikerült átvenni. U17-tel különben vezetjük az NB1-es bajnokságot, ott a Csabi meg a Bedi elég jól állnak, már jól működnek, azért is próbáltuk, sőt, A3 U20-as is itt van, tehát pont próbáljuk kiegészíteni, mert a... Én közben kaptam is ilyen statisztikát, ide vonatkozó statisztikát Gál Józseftől, hiszen nem csak igen, a kapuban, hanem Jézusom, technikai vezető szerepkörben is. Nagyon szuper ember, ha nem védene, a világ legjobb embere lenne. És mi volt a? Itt van egy összeállítás ide nekünk, hogy ha lesz rá idő, mondjuk egy időkérésnél, akkor felsorolok, hogy a fiatal játékosok az utánpótlás bajnokságban mennyire jól szerepelnek, hány gólnál járnak. Hát Horváth Benedekre emlékezhetnek a kedves nézők, hiszen azt hiszem az első közvetítésünk az NB2-ből, azon pont pályára lépett. Utána aztán volt neki egy nagyobb kihagyás.
egyszer-kétszer cserepadon láthattuk azóta. Itt a mikrofonban szólnál a Gálnak, hogy légy szíves, mi piroskékek vagyunk, tudnád ezt segíteni? Ez egy visszatérő probléma nála. Én majdnem, én nagyon fájnak ezek a dolgok nekem. Nagyon fájnak. Inkább dobnál el, még jobban érezném magam. Megint vár, ott van előtte, látod? És 4 másodpercig várt még. Lemaradt egy ütemmel horvát. Egy, ezt muszáj volt erősen, a horvát a Bedi érkezett ide lassan. De hát neki még szoknia kell. Nem baj, majd szokja. Smellóval szemben szabálytalankodnak. Smelló a világ legjobb színésze, ezt fogad el. Bármilyen ilyet úgy eszik el, tehát le a kalappal előtte. Általában a Rubeolán játszunk, ő csinál 6-7 faltot csinál körülbelül. Tehát úgy, hogy ilyenben tök jól, úgy el tudja játszani, hogy tökéletesen rogy össze. Ilyen még a Csernai, meg egy-két ember. Hú, de rosszul védekezett meg. Miletics lövése elakad nagyban. Jó lett volna ez, hogyha jó. Igen, egy kicsit magasabbra rakja a löbböt, akkor nem tudok utoléri. Mivel laposabban löbbölt, ezért gyors volt a labda, azt már nem lehetett kifelé ment. Tősér. Horváth figyel rá. Túloldalos Melo üres. Most kapja. Jó a kötény, Miletics lövése lepattan Szalairól. Hát most is a futra hátra küldte, én meg oda fog jönni a sárga, a Bedihez, ami teljesen rossz, én... Na, igazgatja a sorfalat a bíró. Smelló, Miletics. Meldek blokkolja a lövést. Lapcsatán és Melóval, és ez tényleg szabálytalan volt. Összeakadtak a lábak. Hát nem örülök, ilyen kettő, ilyen semmi szabadrugásod adni. Most megint azt mondom, hogy ezek ilyen ifjú hévek, amit nem kellene. Jézusom. Szalai, mert most elmennek. Gály jól zárja a szöget, nincs meg neki a labda. Nagy rálövi Miletićre, Tőséhez kerül a labda. A nagy kapkodásba végül oldalról jött a csömör. Miért hívtál ide kommentálkodni? Igen, ez volt az első fél idő, egy kicsit ilyen kihagyásaink vannak, ilyen pici. Marusi lábára csorog be a labda. Sokan megyünk egyre, ilyen szervezetlenebbül csináljuk. Pedig nem volt baj, hogy visszaálltunk, ez nem volt baj, csak egy kicsit, ugye megszoktuk, hogy egy, főleg NB2-ben jól el tudtuk dugni a labdákat, jól el tudtuk, és most pont ennek a másik részét. Nagy pörgeti föl, Smelló, figyelj, még ez jó lehet laknak, nem vette át a labdát. És aztán megzörgeti a tetőszerkesztet Smelló. Nagyon rosszul vette, mindent megtett, hogy ne legyen az övé. Olyat, hogy lentartotta volna, olyat lendített, hogy most jön vissza a labda, fogadjunk, hogyha jól látjuk, ugye? Most csak látod, ez volt a nagy lendítésnek a... Most hova ment? Járdékhoz ment volna a labda. Jézusom! Kap egy rugást is. Hát, figyelj, arra visszahúzom talppal, és kapu felé megyek, tehát... Csabi rosszul döntött így, túl átjött ide. Smelló, lakszerel. Imre szépet védekezett. Megint túlment a Jándék. Megint túlment a Jándék, ketten fognak egyet. Lak, Jándékot indítja, ez hosszú labda. Horváth pedig felpörgeti. És Pászti érkezik most Lak helyére. Közben egy-két jó tanács Siváktól laknak. Jándék nem figyelt, cipőjét igazította. A társak se figyeltek arra, hogy Jándék a cipőjét igazítja. Kényszerítő megvan. Rosszan tolja meg Tősér. Pászti az U20-as csapatunk erőssége. Ő is örülök, hogy itt van. Nagyon jó képességű a Alfi, olyan gyors akkorákat lő, mint Gábor Áron, tehát abban a háborúban nagy segítség lett volna. Jó hosszú lábai vannak, gondolom, jó meg tudja lendíteni. De az igen, ez gyönyörű. Szép labda, Mezőfalvi gyönyörűen készítette oda Jándék lábára a labdát, kapufa azonban hárított. Szalai szúr közben.
hiányzókról nem esett még egyébként szó, tessék? Akit gyakrabban látok, hiányzókról, Farkas, Ferenc, Ragadics, ők velük mi a helyzet? Farkas meg szerencsére beteg, tehát sérült, még azt mondta, hogy 2-3 hét, mire el van. Raga nem nagyon járt edzésre, ezért nem válogattuk be. Veres is, ugye ott gyerek jött meg, minden, nem ő szülte a gyereket, de mostanában nem járt annyira. Volt egy sérülése, egy elég komoly, hosszú, most már kezd jó lenni, mert elkezdte az edzéseket. Remélem jön, mert Geri igazából egy jó csapatember, és elég jól érti a futszát, majdnem úgy, mint én. De igazából ezt kell elvárni, hogy most vagyunk, körülbelül ez lesz a csapat, tehát ez lesz a, ez a gondolatunk, hogy ezt. Gál lenyelte a labdát szerencsére. Mezőfalvi, Pászti, rálépett a labdára, ebből baj is lehet, de Mezőfalvi majdnem szerel, játék szépen húzza, és egy szabálytalanság. Az alfinál kell odafigyelni, mert ővé volt a labda, ez egy szép. Gyárfás volt, szabálytalan. Pászti, érkezett rá Tősér. Megint átvette egy ilyen nagypályáson a Alfi, pedig ezeket olyan jól tud lefordulni, mondom, olyan sebessége van. Mezőfalvi, Pászti. Könnyedén választja a labdát a Jenei. Jenei lövésre lendít, aztán a keresztbe passzol, és Pászti saját kapujára volt, most veszélyes. Hoppá, sok a hiba. Minden döntés rossz. Igen, le is hozta gyorsan Sivák Pásztit, megzavarodott. Ez vagy ellenfélnek berúgás, vagy fal, tehát ez az együttélet nem lehetett volna. Lassan vett el. Jelenjé lépett neki oda hátulról. De nem is vezette ki jól a labdát. Különben Mező is jól játszik, tehát a színészek, ő is simán, hogyha Jászai Marű díjat kellene, akkor ő tudna. Lóri is szerencsére. Látod, hogy fut, mint a szél? Kaszkadőrködni. Boznánszki, marad nála a labda. Az igen. Nagy tekeri föl Szeginek. Jól jött ki a kapu Horváth, de Boznánszki megszerzi. Ezt most nem fogja letenni. De miért nem passzolta le? Éreztem a lendületét. De a Szegi is kiment kifelé, ha belép oda középre, üres kapu. De most alálőbből, megint amit mondtam neked, hogy mindent a kapusa alul jön. Majd utolsó 10 percben még szólok. Szegi, nagy rössel jön az Jenei. Átlép. 11 perc, 49 másodperc még a hátralévő ide a mérkőzésből. 3-1-re vezet a hazai együttes. Első győzelme lett a déli FC-nek az alsóházban. Volt jó kidobása a Gálnak, te már számoltad? Hát megmondom őszintén, nem emlékszem rá. Én sem emlékszem, de hogyha egy lesz, akkor üljünk már le és ünnepeljük meg, jó? De Gált is elhívjuk, jó? Azért ritka ünnep minden szökőjévben. Mindig azt érzem, hogy a február nála 30 napos körülbelül, tehát mindig azt érzem. Örülök, hogy egy... De gondolom egyszerűen csak elhangzik, hogy ne nagyon dobálja ki. Mert hát én csak ezt kérem. Tehát, igaz... akkor szófogadó. Teljesen. Tehát ő egy költő, tehát nem kell mondani. Boznánszki, érsekkel szemben forgolódik. Szegje túlodan kéri. Nagyot választja elsőre, most jut el Szegi ez a labda. Jenei rárúgja a labdát, és a csömbre hozhatja. Jaj, borzasztó. Ilyen könnyedén. Tehát ezek ilyen túl könnyű labdavesztések. Gyárfás húzza befelé. Ahogy de szépen elment itt a hosszún. Én érsek. Már oda mennék a Szegi helyébe, és már levédekedném, látod? És, vagy Boznánszki helyébe, és végignézte. Svarga talpa alatt csúszott el a labda. Nagy löbbölése rossz.
fél pályától kell elvégezni az oldalberugást. Különben mindig azt mondom, hogy hát van neki egy, hát tudod megint a Szegi milyen rosszul védekezett. Bemegy a folyosóba, érsek! Borzasztóan védekezett. Dávid. Hát hihetetlen. Hát ide, csak meg kell tudna állni előtte és neki fut. Ez egy rossz lövés Jeneitől. Úgy néz ki, hogy Janei átállt hozzánk. Mezőfalvi. Ő volt a legmesszebb, nem azért dobta oda, nem? Reklamálásért lesz ez a sárga? Mezőfalvi kapja, az biztos. Bevésik a bírók, Mezőfalvi sárgáját, és aztán Jenei jöhet oldalról. Csömörnek azért gondolom örülnétek a visszavágásnak, hiszen az alapszakaszban kellemetlen vereséggel zártak épp ellenük, és ezért nem lett meg a felsőház. Igen, figyelj, bevallom őszintén, ott nagyon gyengén játszottunk, ennél is gyengébben, pedig most se játszunk jól szerintem, sőt, még ez a meccs nincsen meg. Picit nyugodtabban érzem, de megmondom őszintén, ez a mi helyünk igazából, nem kell másképpen nézni. Én azt mondom, hogy ide az egy meccs volt, egyet nyertünk ide, egyet nyertek ők. És az is megmondom, az úgy nyerték, hogy az egy döntetlen meccs, az utolsó percben már egy ilyen labdavesztésben, tehát értéketlen volt ilyen szempontból, hát nem érdemeltük meg ott a győzelmet. Nem érdemeltük meg. Van ilyen. De engem nem, sose ilyen, nincs ilyen bosszú vágyam, meg nincsen. Mindig az ellenfelemnél volt, hogy mindig megjegyeztem azt az ellenfelem, aki megrúgott, azt arra egy év múlva is emlékeztem. Ja, és visszaadtam. Itt csapatban nem kell, tehát itten, mert Rubeolával jó viszonyunk van. Az, hogy ők megvertek, akartak, hajtottak, kaptak érte pénzt is, egészségükre. Igazából azt szeretném, hogy megverjük őket mind a négy meccsen. Ez lenne a lényege. És menjenek ők, hogy is hívják volni, menjenek ők. Osztályozóra. Igen, osztályozóra. Ezt szeretném, azt megpróbáljuk azért. Megint, Varga, megint Szegi kiment ide védekezni, kijött ide, aminek pont a közepét kell fogni. Hát ez nagyon... Például direkt néha azért beszélek ilyet, remélem ők meghallgatják, de nem biztos. Sivákra rúgja rá Varga. Tehát ilyen hibáink nem voltak, emlékező vég azért. Voltak, nem azt mondom, hogy parádés meccseink, de ilyen egyszerű kis hibák. Igen, most így olyan, mint egy kicsit téli álmot aludt volna, igen, a csapat az nagyon alapszakasz jó, után. Nagyon jó, amit mondasz. Én is egyetértek ebben. Tehát, és a mackók vagyunk, ugye? Érsek. Bozdánszki kizökkenti a helyzetéből. Varga keres társat. Ketten mennek oda. És nem sikerült már elcsípni oldalra, jöhet a déli FC. Van esetleg már tárgyalás, puhatolózás ezzel kapcsolatban, hogy a név ez marad-e? Visszajön a Vasas név? Nem fog a Vasas, biztos megmondani, hogy készülünk a Tromos csarnokba, ott fogjuk játszani a meccseinket, és készülök arra is, hogy oda megyünk, nem leszünk Tromos, de ott egy nyugodtabb körülmények között, és nyugodt több edzés lehetőséggel ott leszünk. Szponzorok lehetséges, hogy jönnek, tehát lesz szponzor név. Biztos, hogy nem 1800 leszünk, hanem mondjuk 1700, 1900 helyett, de lesz, most is van róla, hogy lenni, csak már mondtam, hogy ezt játsszuk így végig, és majd a bajnokságot úgy kezdjük el. Reméljünk NB1-ben úgy kezdjük el, ahogy kell. És akkor annyi csarnok lehetőség lesz, hogy a utánpótlás csapatok is. Igen, ez ott a fontos, majd? Pontosan mindenki ott játszik, az NB2-nk is ott fog játszani, tehát remélem. Itt igazából a Vasas tényleg ez a pénteki nap volt, csak szinte edzés lehetőségünk nincsen, ki van adva, nem is olcsó, megmondom őszintén, a meleg víz se úgy jön. Pedig én úgy mérzem, úgy... Ez szép labdaszerzés Szegitől, küzd érte, de Horváth figyelt. Nagyon szívesen leszünk 13. tévécsapat is, tehát nagyon szívesen leszünk. De ez a
csarnokváltása tulajdonképpen nem változik semmi, ugyanúgy láthatják nem, majd igen, a futcát, igen, itt leszünk, igen, ez a kerületen igen. Belül. Hát ezért ragaszkodunk, azért, mert szerettünk volna angyalföldi futcálklub lenni, erről is lehet szó, mert igazából már itt vagyunk, vagy tizenvalahány éve, és jól álltak hozzá, úgy szép volt. Szép fölpassz Sivágtól Lakhoz. Túlerővel szemben nem bírt a fiatal talán játékos. Talán egy sarok lett volna gyorsan, tudod, hogy, hogy megálltad egy pillanatra és beles, arra már nincs idő, hogy megforduljunk. Szűcs. Régen volt játékban. Tősér. Tiszta szerelés Laktól. Szegi. Lak, Lárand, érsek. Elcsipég a vonal előtt, Lak szépen tartotta meg, és még kiharcol egy szabálytalanságot is. Imi nagyon sokat lépett előre hirtelen, egyre labdabiztosabb, sőt ő támad legjobban vissza. Megmondom őszintén, hát ő a futcát is akarja választani. Nagy erősségünk lesz majd, meg kell mondanom, nagy erősségünk lesz. Ismét visszaszerezte a labdát Lak. Szegi nézte, hogy a hosszon érkezik Lak, nem sikerült eljuttatni a labdát. Tőségben elakadt a labda. Még meg lehet a szerezni. Ez egy kemény rugás volt. Meló rúgta meg Lak lábát. Hát ez nem volt kérdés, mert hallani lehetett. Tehát hallani lehetett. Ez most azért hirtelen jól jött, de ebből gólt kell rúgnunk. Megjött a vitázás. Kívül volt. Nem kell. Nem is kell ez időt kérni. Sivák nagy páros, aki ott a labda körül van. Elvileg futra be tudnám, mondjuk elég nagy emberek van, de például a Laknak le kéne menni, de nagyon jó, hogy ez egy vadonat, úgy most ilyen erővel rárugja, mert ott lesz luk, akkor rárugja. De itt, na most átmegy oda. Majd neki fut, megpattan a kapuson és a gól van a Marusi, aki tisztált. De most miért nem ott állt valaki? Mondd el nekem, miért nem? Tehát ha kinn nálunk, akkor nem lehetséges ezeket berúgni, ahogy kinn vagyunk. Na mindegy. Ez egy sansz volt pedig. Mindenesetre Horvátnak gondjai vannak ezekkel a labdákkal. Igen, szeretném. Nagynak a gólja, ami a harmadik hazai gól volt, az hasonló lövésből esett. Most is tújtott Horváton a labda. De volt egy társ, aki mentse. Szegiben elakad a labda, Sivák, oda lő pedig gyönyörűen Szegi, ez kijön a kapus, szép az emelés, nem siker azonban kapura tenni. Én meg alul húztam volna meg, tudod, úgy szállt volna el a kapus, hogy soha többet nem jön vissza, tehát Andersen meg minden szép nácár kisasszony. Amikor így a levegőben fönn van, akkor alul meghúzom nyugodt szívvel, leengedem. Most egy kicsit benne vagyunk a meccsbe, azt érzem, egy kicsit belekerültünk a meccsbe, most mintha mi jönnénk ki. Jézusom. Utolsó utáni pillanatig vált ki Gál. Kár volt ezt mondanom. És ráutaszi vissza Tősérnek. Kevesebb mint 7 perc a mérkőzésből. Marusi. Szűcs. Erősebb sora egyébként a Csömörnek ez. Nagyon rúgták meg, ismét Smeló volt az. Ufalt, 6. Ebben egyébként lehet, hogy van valami. Nekem is gyanús volt, lehet, hogy Lak rúgta meg. Vendégek mestere inti nyugalomra Smelót. Megmondom őszintén, láttam, hogy nagyon tényleg eltalálta egy láb, de most nem vagyok benne biztos, hogy tényleg Smeló volt. Lehet, hogy Lak volt az, aki odarúgott neki. Nem tudom, de futre sántikál. Az biztos, hogy kapott egyet hátulról, ezt. Nem olyan típusú játékos, aki eljátsza ezt. Igen. Őnek nincsenek színészi vénái. Viszont a másik fél időben összenyújtott a szabálytalanság mennyiség, ami után jöttek a 10 méteresek. Elvileg ezt a szoktam, mivel a kapus dupla lábbal jön lefelé. Tehát most azt mondom neked, hogy ha föltekeri, akkor gól. Én a bal kezéhez oda szokta rúgni fölfelé. Nézzük a játékos edzőt, Sivák Péter, neki fut. Fél magasan mellé.
tévés meccsen nem nagyon megy neki a ítélet végrehajtás. Legutóbb úgy emlékszem, felső létre vágott egy büntetőt. Hát, kihagyott néhányat. De egy érdekes mozdulattal hárított. Husza, Baruzsi, rossz labda volt Szűcsnek. Kereken 6 perc van még hátra. Nem igazán érzem a csömörben azt az erőt, hogy fordítson. Viszont a vasast láttuk már párszor összeomlani, reméljük, hogy nem lesz összeomlás ebből. Lakért vissza, és gyönyörűen tette fel a labdát Szegire. Nem semmi labda volt. Nem semmi labda volt. Szegi, jól kéri el Lak. Huszával szemben elviszi, egy lövés, és bele kellett kapni a horvátnak. Lak nagyon él most az utóbbi percekben. Horvát végzi el a szögletet. Hosszú Szalai, Szegi. Lövés, Maruzsiról pattan föl a lelátóra. Ott a lukon ment volna ki, ugye jól láttam ennek a szögét, ugye? Ez a szögi. Igen, kicsit ez lecsúszott a lábáról, de hát mi meg lett ment a oldalberúgásnak, és időkérés lesz, úgy látom a vendéget. Hát lehet, hogy 5-4-et megpróbálják, mert veszteség nem lesz. Szegi viszi hátra, beleveszi a játékba Gált. Jézusom! Elnézést, már tőlem is kicsúszott egy értékelés. Horváth, szépen viszi el. Sima falt volt. Gyönyörűen viszi el. És belövi! Első NB1-es meccsén gólt Horváth Benedek, és ismét egy lapos, láb között átcsusszanó lövés. Hát Horváthnak így kell lőni. Ezeket nem tudja védeni. Horváth a horváttal, biztos valamit megbeszéltek, nem? Nem időkérés? 4-1 az állás most már a Déli FC-nek. Nem. Kevesebb, mint 5,5 perc van hátra. Egyre kevésbé kell izgulni ezért a győzelemért. Jó, az izguljunk, mert ha mindig leengedjük valamit, akkor a barátnőnk elmegy. Tehát erre oda kell figyelni. Ezért. Ott van a bal kezén, és nem látja. Ezután megtalálja. Ez az első jobb kidobás, egy ünnepség. Kevés van már hátra. Szép szerelés Szalaitól, tiszta volt. Lak elviszi bele az emberbe sajnos. Miért vitte bele az embert? Harmadik szabálytalanság. Különben nem volt falt. Együttes volt, azt mondanám, mint vívásban. Igen. Lak spiccel. De miért Horváth nem passzol? Túljut, Lak ismételhet. Jézusom, most kéne lecserélni, mert ilyenkor van túlpörögve. Szűcs. Szép szerelés Laktól. És már ő maga is kéri a cserét, ha jól láttam. A mezőfal érkezik, Horváth helyére pedig Sivák. Nem örülök, hogy csendes Petit, őt szeretném látni. Inkább ők játszanak. Húzt teszi a sarokba Szűcsnek, visszakerült Ősérhez, egy lövés, nem találja el a kaput. Gál pedig lép nagy- vissza! Nagyon indítana. Szegihez gurítja, elcsúszik a talpa alatt a labda. Bőr. Hát ott tudtam, hogy ez miért kell ilyenre, mi szükség? Mi szükség ilyenre? Ezért máskor lecseréltem a játékost. Szűcs. Lövés bele mezőfalviba. Visszapörög a labda. 2-1 lehet bele. Szépen viszi el Szegi. Ott segít neki mezőfalvi. Most kapja meg. Gyönyörűen befejezett akció. És gyönyörűen végigütt akció. 5-1-re módosul az állás. Sivi. Mezőfalvi nagyon szépen fejezte csendes be Szeginek az akcióját. Lak érkezik vissza. És közben érkezik egy igény a lelátóról, a szakkommentátor posztról. Csendes Pétert szeretné látni, és most érkezik Csendes 9-esben. Kis Jánosnak tehát a kívánsága teljesült.
Igazából azt akarom, hogy játékban legyen, én mindenkit szeretnék, ha most nem kell, ha már megvan a meccs, akkor minél többen játszanak, és minél több időt, érted, ez az én. Bocs is, Imre túl, túl védekezte Imre, tehát átment a másodiknak oda a túloldalra, aminek semmi értelme, mert egy az egybe nem kell átmenni. Miletics volt, aki szépített, 5-2. Lemaradtak róla az emberek. Szalai. Fal. Csendes lökte el Smelót. Teljesen jogos. Nem is kell ezeket, nem is értem. Smeló, Varga, Gyárfás. Csendesben elakad a labda. Az engedjed, ennyi. Sorgától elgurult a labda. Szalai teszi fel a labdát Laknak. Nem baj, gyönyörű mögé. Volt. Nagyon nehéz ám bal lábbal az le a kalappal. Gyönyörű volt. Csak megint a visszalépés, tudod, ilyenkor futok előre, jön velem, megállok, vissza, és kapok egy fölpaszt egyenesen, laposan. Sokkal könnyebb átvennem. Ez a pici gondolkodás még hiányzik. Miletics. Elviszi Csendes mellett, Gyárfás. Lapon fönnakad. Megint túlvédekeztük. Mezői Fabi adászeret, gyönyörűen passzolja el. Smeló lába között, Szalai keresztbe vezeti. Nem baj, ez Csendes meg jó volt. Tehette volna ide Mezői Fabinak is. Én még kitapasztam volna oda hátrafelé, még egy picit. Boznánszki tér vissza a pályára. Varga. Mezőfalvi, Boznánszki sprintel mellette. De ez kell, látod? Amikor... Csendes a sarokban Boznánszkinak. Hát, megint külsővel átvenni egy ilyen labdát. Szalai viszi befelé, Csendes. Teszi vissza Szalainak. Csendesnek jól teszi a labdát, Csendes pedig most indítani próbál. Boznánszki belé, Smeló elé, legalább nem lesz egy pontra belőle. Pászti érkezik Csendes helyére. Másfél perc van hátra, 5-2-es állás. Nem hiszem el, hát ez most mi ez? Látod? Egyszerűen nem is értem, már harmadik labdát olyat nem kéne. És most nem támadja meg, ott áll. Miletics? Nem figyel senki Smelóra, azt el is lövi majd. Érkezett azonban Pászti, és sikerült blokkolni. Gyárfás. Táncikál egy kicsit a labdával. Leviszi alaponal felé. Te kérte időt? És időt kér Sivár akkor Péter. Mi? Csokolom. Oké, szervusz. Gál marad a kapuba, úgy látom az utolsó percre. Akkor Kovács már nem kap lehetőséget. Hát egy perccel véget, azt hiszem, egy összefoglalót. Jó, a második fél alapján megérdemelten nyertünk, azt kell mondanom. Az első, de egy picit az ellenfélt jobbnak láttam, többet támadott. Mi mondjuk szándékosan vissza, a másodikban kimondottan gólerősebbek voltunk. Szerintem megérdemeltem, még azt mondom, egy kicsit még bennünk is maradt egy-két gól abból. Mert talán helyzete nem is volt, nem is emlékszem a második fél időben. Ha Gál nekünk dobálja a labdát, akkor szerintem még legalább 4-5 gólval előrébb lennénk. Jól mondom? Az összefoglaló, ez nem maradhatott ki, ugye? Életében még egyszer nem fogja megcsinálni, amit most időkérés után csinált. A saját kapufájára rárúgta, és átgurult az ellenfél de kapujába. Nem, ő mindenre képes, hidd el. Ez volt a legpontosabb kidobása. Ez a kirúgás. Biztos, hogy nekünk kell jönni, ugye? Mert mi kértünk így van, időt. Most jön vissza a labda. És még Gál egy kidobása mellett, most már az a kérdés, hogy ezt egy jó kidobása mellett. Na nézzük, mi lesz ebből. Így van, bepróbálja. Na, Vargát mit szóltál hozzá?
ajándék, átlépi, megijedt a rárontó Vargától. Nem hiszem el. Varga. Pedig még Pászti gól fog rúgni. Na nézzük akkor, Vargával kell küzdenie meg. Megtaposták hátulról. Piros nap, akkor itt a mérkőzést emberhátrányba fejezi be valószínűleg. A csömöri csapat. Rúgja a Pászti, rúgja a Pászti. Na nézzük, Varga az kiáll, az már biztos. Figyelj, a Békés Csabának ez jó Varsányi. Jött. Békés Csabának. Meggyengül a csömör az ellenük. Különben ez nekem, ez piros, tehát ez nem is kérdés. Tehát így van. Ez most kár beszéd, oda se kell mennie az embernek, nem szabad oda nyúlni. És úgy látom, Lak kapja meg a lehetőséget. Igen, hát Imre legalább talán eltalálja, de ő... Hagyjad a játékos, légy szíves. Igaz? Lak készül majd neki. Rendben. Tudom, azért hagyjuk, és nem is érdemes. Érted? Lak nekifut. És Horváth kivédi. Második ilyen büntető marad ki. 10 méteres. 4-3! 4-3! Az utolsó fél perc van hátra. És a vendég szurkolók elkeseredésükön megtalálják a déli FC játékosait. Nem tudják, hogy előnyben vagyunk. Most komolyan mondom, nem tudják. 13 másodperc van hátra. Szalai, Mezőfalvi. Rászúrt a csőrrel Szalai. 5 másodperc. Lak teljesen üres, most találja meg Szalai. Lehet, hogy jobb lett volna egy lapos passz. Lak ellövi, Horváth kezéből kicsordul. Ez az utolsó momentum a mérkőzésen. A déli FC 5-2-re megnyerte a találkozót, így egy fontos lépést tett, hogy elkerülj az osztályozón. Köszönöm a figyelmünket, tartsak velünk jövőt.